Hogy ez a zene, ez itt csinál valamit bent. Igen. Tisztít. Olyan, mint a nevetés, vagy a sírás. Megpróbálunk nevetni, meg sírni egy kicsit. Nevessetek! Az valaki ott nagyon jól csinál. Szóval kérem szépen, a színház ezt tudja. Nevettet, vagy megsírat. Sírtak és nevettek a gyerekek a Lőrinci színpad évadnyitó előadásán. Erre kérte őket Tunyogi István rendező, aki így mutatta meg a kicsiknek, milyen komoly dolog a színház. A három jószívű rabló meséjével kezdte 2012-es évadát a társulat. A teltházas előadás nagy sikert hozott a színészeknek. A darabot 14 éve már játszották. A gyerekek most is ugyanúgy élvezték a jószívűségről, a helyes útról és az emberségről szóló művet. A hagyomány az, hogy itt az őszi évad nyitó alkalmával, mondjuk úgy, hogy ünnepélyesebb keretek között indítjuk útjára ezt a sorozatot. A megállapodásunk értelmében, amit az önkormányzat kötött a Lőrinci színpadot működtető személyekkel, ennek értelmében évadonként 3-3 új bemutatóra kerül sor, és mindegyikből 10 fölötti előadásszám valósul meg. Ezt pontosan, precízen és a gyerekek nagy örömére valósítják meg. A színház működését az önkormányzat támogatja az idei évben ugyanakkora összeggel, mint tavaly. A városvezetés reméli, hogy ez a pénz jövőre valamennyivel emelkedni fog, ami azért fontos, mert így a kerületi gyerekek helyben olcsón nézhetnek színvonalas darabokat. A színészek sokat készülnek az előadásokra. Több szólamú zenék vannak benne végül is. Tehát ugye ezt már múltkor mondtam, hogy ez egy zenés darab, és akkor végül is úgy alakítottuk ki, hogy ez több szólamba legyen, igényes legyen. Vannak benne akrobatikus elemek a koreográfiában, és hát tegnap volt a főpróbánk, amit megnéztünk, és szerintem egy nagyon kis szívhez szóló, nagyon kedves és szórakoztató darab lett. Egy, kettő, három, mikrofon próba, egy, lehet hallani? Yeah! Örömmel üdvözlök mindenkit, Kárdánom ezen szép ünnepén, melyet városunk 50. évfordulója tiszteletére rendezünk. A siker egyik kulcsa a zene. A gyerekek figyelmét nehéz lekötni, csak az igazán jó darabokkal tudják a színészek a közönség figyelmét sokáig megtartani. Ugyan már, hát ide minden dal illik, igazán kérem, tudjuk, hogy mindenki szereti. Zsófi néni akarjuk! Zsófi néni akarjuk! Zsófi néni akarjuk! Ide szoktunk járni az osztályommal, és mert jó mesék vannak, meg jók szoktak lenni. Megnéztük tavaly még a Mici Maszkot, ez nekem tetszett, meg még sok mást is néztünk, azokra már nem annyira emlékszem, de azok is nagyon tetszettek. Sokat énekelnek, meg jók a szereplők. Nagyon jók a szereplők, meg így ilyen jól játszák el az egészet, és így nagyon tetszik. Az alpolgármester szerint fontos, hogy még a nehéz költségvetési időszakokban is támogassák azokat a kulturális és szórakoztató programokat, amik színt és vidámságot hoznak a kerületbe. Szerinte ez a dal nem illik ide. Persze, ezt nem hiszem. Igen, minden dal illik. Következik, te látok, hogy jó kívül. Yeah.
A gyerekeknek a szórakozás már biztos, azokra, akik figyelemmel kísérik a Lőrinci színpad előadásait, még két bemutató vár. A téli időszakban egy karácsonyi előadás, tavasszal pedig a Csipke Rózsika.